Egyhetes élménytúrának lehettek részesei idén is a természettudományos kistudós táborban a gyerekek. A szervezését a Pannon Egyetem Sósernő Víztechnológiai Kutatófejlesztő Központ dolgozói az egyetem informatikusainak segítségével valósították meg, több színes programmal, strandolással és sok kísérlettel. Az ötnapos napközis tábor a természettudományok köré épült, amin általános iskolás gyerekek vettek részt. A tábor fő célja már évek óta, hogy közelebb hozzák a természettudományokat a gyerekekhez, hiszen a környezetünkben körbeveszik őket az ehhez kapcsolódó feladatok és tevékenységek. A gyerekeket tekintve általános iskolás korosztály, akik itt megjelentek egészen az elsőtől a hetedik osztályig, tehát elég széles körű, mind az ismerett anyag, amit hoztak magukkal, mind pedig az a skillek, azok a soft skillek, amiket gyakorlatilag hoztak már magukkal otthonról is, ezek mind elég széles palettán mozogtak, de ahogy a kollégáktól hallottam, nagyon nagy élmény volt a gyerekek számára, és ha szabad ilyet mondom, nagyon jó kis csapat alakult ki, jól viselkedő, jó magatartású gyerekekkel. A hét során olyan feladatokat oldottak meg, mint egy kis csapatépítés az elején, hogy megismerjék jobban egymást. Animátorok segítségével kis csoportokra osztották a gyerekeket. A hét napjait tematikusan építették fel. Kémiás nappal kezdődött a hét, kísérleteztek és bemutatókat nézhettek meg a táborozók. Még sohasem vettem részt a táborba, és azért jöttem idén, hogy jól szórakozzak, és hogy tanuljak egy kicsit. Tavaly részt vettem, és a héten izéket csináltunk. Robbantottunk, voltunk laborban, mentünk a Balatonra, voltunk állatnenejen, voltunk a víztisztítóban, és mindegyik program jó volt. Bercel Kovács Teodor nagyon lelkesen beszélt a táborról, és mindenkinek csak ajánlani tudja. Ki szereti ezt a tantárgyat, annak azért is ajánlom, mert nagyon sokat meg lehet erről tudni, izgalmas ügyeket tanulhat meg az ember, szavakat, meg mindenfélét, közben jól mulat, és nincs az, hogy unatkozik, mert vannak olyan táborok, ahol unalmas, és semmi nem történik. Szóval ezért ajánlom, hogy itt történik tényleg valami. Nagyon tetszett, hogy sokat foglalkoztak a gyerekekkel, ilyen versenyeket rendeztek, tehát nem az volt, hogy így leültünk, aztán tanulás, hanem így szépen így játékosan tanultunk is, meg ilyen versenyekbe is részt vettünk, ami nekem nagyon tetszett. Horváth Márk már 4 éve jár vissza a sok érdekes foglalkozás miatt elsősorban. Vadin Demeternek a kémiai kísérletek tetszettek a legjobban. Ilyen táborban még nem vettem részt, és azt tetszett a legjobban, hogy voltak ilyen kísérletek, és fejlesztették a tudásunkat. Balatoni túrára is mentek a gyerekek, számos érdekes előadást hallhattak a hét során. Pénteken, a zárónapon állomásokon vettek részt a táborozók, ahol csapatokban oldottak meg feladatokat. Végül pedig a kistudósi avatás következett, amin mindenki oklevelet vehetett át.